Jó szakma, biztos jövő címmel szakmai fórumot tartottak ma a Nagykanizsai Szakképzési Centrumban. A fórumon részt vett Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár. Államtitkár úr, a szakképzésnek milyen szerepe van a magyar gazdaság fejlődésében? A szakképzésnek óriási szerepe van nem csak a magyar gazdaság fejlődésében, hanem minden egyes gazdaság fejlődésében, hisz napokban hangzott el az Euroskills versenyen, ugye Svédországban rendezték a szakma kiváló mesterei tanulói versenyt, ahol a svéd miniszterelnök is azt mondta, hogy Európának óriási szüksége van a jó szakemberekre. Így, ha Európának szüksége van, akkor a magyar gazdaságnak is szüksége van a jó szakemberekre. És az elmúlt időszakban ez felerősödött, hisz hónapról hónapra egyre jobb eredményekről tudunk beszámolni a foglalkoztatás területén. Ez azt jelenti, hogy a munkaerőpiacon már egy nagyon komoly verseny alakult ki a jól képzett szakemberek iránt. Keresik a cégek azokat a szakembereket, akik a profiljukba illő szaktudással és profi tudással rendelkeznek. És ahhoz, hogy az utánpótlás meglegyen, és azt a munkaerőigényt ki tudja elégíteni a magyar társadalom, a magyar szakképző iskolarendszer, ahhoz olyan diákok kellenek, akik a szakképzésben képzelik el a jövőt. Persze a szakképzés egy nagyon tág fogalom, hisz az informatikustól elkezdve, talán még azt is lehet mondani, a mérnök emberig, és a esztergályostól a hegesztőig bezárólag mindenki bele tartozik, mert a munkaerőpiac most már nagyon széles spektrumba kívánja a szakembereket. Mindenkit, aki dolgozni akar, és aki jó minőségű munkát akar nyújtani azoknak a munkaadóknak, akik a cégeket irányítják. És éppen azért van nagy szükség rá, mármint a jó szakemberekre, éppen azért van szükség a jó szakemberekre, mert a munkaerőpiacon kialakult versenyhelyzetben az hátrányba fog kerülni, aki nem tudja azt a igényt kielégíteni, amelyet az utóbbi időben megtapasztaltunk. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon már bizonyos földrajzi térségekben és bizonyos szakmákban hiányok alakultak ki, ezt kell pótolni, és ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha vonzóvá tesszük a szakképzettséget és a szakképzőiskolákat. A mai nap ez erről fog szólni, hisz általános iskolai pedagógusoknak szólt a meghívó, ők lesznek itt, ő előttük próbáljuk bemutatni azt, hogy milyen perspektívát kínál a gyerekeknek a szakképzésben való továbbtanulás, és segítségüket kérjük abban, hogy a szülők felé is közvetítsék ezeket a gondolatokat, hisz ma szakmunkásnak lenni egy biztos jövőt és biztos munkahelyet jelent Magyarországon, és remélhetőleg a következő évtizedekben is ez fog történni, és azt kívánjuk, hogy minél többen lépjenek be a szakképzésbe, éppen azért, mert ezt a munkaerő igényt és ezt az óriási igényt ki kell elégíteni. Csak ebben az esetben tud tovább fejlődni a magyar gazdaság, és csak ebben az esetben tud a munkahelyek sokasága biztos egzisztenciát nyújtani mindenkinek, aki itt helyezkedett el. A novemberi bérmegállapodások a minimálbérről és a szakmai garantált minimumbérről mennyiben segíthetik a szakképzést és az üres szakmák betöltését? Azt hiszem, hogy abban megállapodhatunk, hogy a legfőbb motivációs erő egy-egy munkahely megkeresésében és megtalálásában mindig az, hogy milyen fizetést kap az ott dolgozó. Persze sok minden más is fontos, hogy kedvel csinálja azt a munkát, amit kap, szereti-e csinálni azt a munkát, amit végez, és olyan környezetben teszi ezt, amelyik ezt a kedvelést, ezt a szeretetet, ezt a motivációt megadja, de legfőbb motivációs erő mindig is a fizetés volt. És éppen ezt is ismerte fel a kormányzat akkor, amikor egy jelentős mértékű minimálbér és garantált bérminimum emelést adott és ajánlott a szociális partnereknek a VKF-en történő bértárgyalások során, ami azt jelenti, hogy egy olyan megállapodás sikerült novemberben kötni, amelyik talán 1990 óta nem volt, ilyen jelentőségű és mértékű bérmegállapodás még nem következett be az elmúlt több mint 25 éve, hisz nem csak bérmegállapodásról beszéltünk, nem csak arról volt szó, hogy 15%-kal megemeljük a minimálbért és 25%-kal a szakmunkás minimálbért, hanem jelentős adócsökkentést is megtárgyaltunk és megállapodtunk benne,
a béremelések mellett. Ez azt jelenti, hogy a munkabérre rakódó adóterhek jelentős mértékben csökkennek. Egy 6 éves megállapodás keretén belül, hogyha minden feltétel teljesül, akkor a 6. év végén egy 15,5%-pontos adócsökkentés következik be a bérekre rakódó adóterhek kapcsán. És ehhez jön egy jelentős béremelés is, hisz a minimálbér jövőre 15%-kal, 2018-ban további 8%-kal emelkedik, a garantált bérminimum, tehát a szakképzett munkaerőnek adható minimálbér pedig 2017-ben 25%-kal fog emelkedni, és 2018-ban újabb 12%-kal, jelentős mértékben megbecsülve azt, hogy valaki tovább tanult, mint egy átlagember, aki szakmát nem szerzett, és a szakmai tudást is megbecsüljük ezzel. Ezzel is próbáljuk ösztönözni az általános iskolából kikerő fiatalokat arra, hogy jöjjenek el a szakképző intézményeinkben, mert lám a szaktudással, egy szakmai tudással, szakemberként elhelyezkedve már olyan bért tudnak keresni, amivel biztos egzisztenciát tudnak maguknak teremteni, és ezt az egzisztenciát meg is tudják tartani. Államtitkár úrnak köszönjük szépen, jó szakma, biztos jövő, jó választást kívánok a szakma választás előtt állóknak. Thank you.